annyira szétszakadt ez az ország, hogy egyetlen egy dolog tarthatja össze, az a nő. Rögtön szeretnék visszamenni egy kicsit az elejére, és lehet, hogy övön alul lesz, vagy nagyon mély ütés lesz. Én 91. novemberében szereltem le, és talán sejtett, hogy már a dátumból. Azt talán mondhatom, hogy te voltál Déri János legjobb barátja. Vagy legalábbis legközelebb voltál hozzá? Ezt én nem tudom. Hozzám ő közel volt. Egy nagyon jó viszony volt közöttünk, de azért nem jártunk együtt csajozni. Aha. Vagy nem töltöttük minden időnket együtt. A történet rövid, azért nem akarok nagyon hosszabb maradni a témánál, mert nem az én érdemem, vagy csak részben az tényleg. A történet a következő volt, azt mondja nekem a vágó, egy nagyobb társaságban. Okay. Azt mondja, hogy neked meg kéne csinálni ezt az interjút a Jánossal. János akkor már Heidelbergben volt. Németországban. Tudtuk, hogy ez az utolsó szansz, nagy műtét előtt voltunk, sehol nem vállalták. Ugye ezt a beavatkozást csapott végül. És azt, hogy csináld meg. Én. Dehogy csinálom. Nem én. Te tudsz egy ilyet megcsinálni. Ez egyfelől persze egy bók, hát nem csak a vágó, hanem az akkor körülöttem lévő emberek szakmailag, hát elismert komoly emberek voltak, de másfelől meg én tudtam, hogy ezt nem szabad megcsinálni, több ok miatt. Egyfelől én sosem voltam az a ilyen szempontból magamutogató figura, és aki egy baleset mellé odaáll, 3 nyakazott, lefejezett, nem tudom én mellé, az nekem az a akasztófa, vagy a turizmus, vagy a nem is tudom. Tehát én nekem ez nem jó. Nem jó azért, mert hogyha meghal a János, akkor azért nem jó. Nem jó azért, mert hogyha túléli, akkor meg minek dolgoztunk. Tehát annál én profi nyilván, voltam. De újságíróként meg végig az ember valahol... 3, ezt nem lehet jól megcsinálni. Én voltam annyira jobban a Jánossal, hogy megkérdeztem tőle, nézd, ez fölmerült. Én ezt baromira nem akarom csinálni, de ha te szeretnéd, szóljál. És az lett ennek a dolognak a vége, hogy egyszer csak csörgött a telefon, és hívott a János. És akkor már nem volt visszaút, és akkor kimentem, megcsináltam, és azzal váltunk el, és ez lett a műsornak a címe is, ha ugyanez műsor, hogy halálom után felbontandó. Tehát én hazahoztam, és ledobozoltuk. És amikor meghalt a János, akkor ezt nem adták le. Hiába volt ott az anyag, készen volt, ezt le lehetett volna adni. Ami hát nagyon megalázó volt szerintem a János szempontjából, az én szempontjából. Te munkád szempontjából is, igen. És hát minden szempontból, hogy ott volt, és egyébként azért mégiscsak valljuk be, hogy Magyarország egyik legközismertebb emberéről volt szó. Egy év eltelt a halálának az első évfordulóján, én szóvá tettem, hogy itt van, itt egy anyag, egy év eltelt a halálot, mi nem adjuk le. És nem a Déri miatt pusztán, hanem a Déri fogalmazott meg itt olyan dolgokat, amik egyszer mindannyiunkra tartoznak, hogy tudnék, mi a fontos az életben, és mi nem. Az egy másik kérdés, hogy én is elfelejtem. Hát, hogy hiába tudom, hogy nem a népszerűség a fontos, nem az értekezlet, nem a siker, nem az a néhány ember fontos, akit szeretném, önképesek, és akik még minket szeretnek. Szóval egy tanulságos beszélgetés minden újszülöttnek ajánlanám azoknak is, akik soha nem látták a Dérit, és nincs érzelmi kötődésük, mert kristálytisztán fogalmaz, a halála előtti utolsó időszakban van egy ember, aki persze még bízik a túlélésben, de elég bölcs, elég okos és elég bátor ahhoz, hogy beszélni tudjon erről. Mi volt az első rádióműsor, amire felkaptad a fejed, már akár gyerekként, tinédzserként, és kezdett megszületni ez a rádiós vagy újságíró vonal? Nem, semmi esetre nem emlékszem. De hallgattál akkor rádiót? Vagy? Egészen kicsi gyerekként hallgattam Szepesit, hallgattam a meseműsort, hallgattam a Szív küldi szívnek, aztán később Csekélyéket lestem, persze Szabad Európa, hát tudnám sorolni. Aha. De tulajdonképpen, amikor az egyetemre, én a Testnevelési Főiskolára jelentkeztem először, és oda vettek fel, és akkor a belépés nem csak Tornacipőben című műsor fogalmazódott meg bennem, ami aztán valóságá is vált. Ennek a játéknak a kitalálása és lebonyolítása volt a TFS-ek dolga leginkább, vagy az én dolgom, de ott azért belekóstoltam Knéziékbe, Radnóti, Novotni és a többiek, akik csinálták annak idején ezt a műsort, és akkor én éreztem, hogy mi lenne, hogyha én itt próbálkoznék a rádióban, és rögtön persze azonnali elutasításban részesültem. De miért mondod, hogy persze? Akkori osztálya részében írtam egy levelet, hogy én szeretném kipróbálni magam, meg nem tudom, és kaptam egy levelet az akkori sportosztályvezetőtől, hogy rossz a hangja, semmi keresni valója itt nincs. Úgyhogy soha életében nem hallottam. És hát elég régóta élek a hangomból, ami amúgy fásul, meg kopik természetesen, de azért nem ezzel volt lehetett a probléma. Na mindegy, és akkor itt ugrott egy történet, vagy lett egy sikerélmény, hogy jelentkeztem egy riporteriskolába, ahová nem elutasítottak, mert abban az évben csak fizikai dolgozó gyereke jelentkezhetett, igen. Hát ilyen is volt, ilyen időket éltünk. De a rákövetkező évben fölvettek 700-ból, 11-2-t, köztük Havas Eriket. Úgyhogy mi ketten ragadtunk meg a rádióba, ő meg én. Ő ment a hírszerkesztőségbe, én meg Mester Ákos szárnyai alatt a Krónikából. Most jelenleg, ha teljesen szabad kezet kapnál, milyen műsort? Én lennék a közszolgálati rádió elnöke. Aha. Azt gondolom, hogy elég érett lennék már hozzá, és elég vezetői gyakorlatomban, és tudom, hogy mit kéne csinálni. Rögeszmésen hiszek abba, hogy kéne egy tisztességes, jó közszolgálati csatornát csinálni. Kíváncsi vagyok, hogy egy, kifutok-e az időből, kettő, hogyha majd esetleg lesz egy kurzusváltás, akkor egyáltalán lehetséges-e még egy ennyire kettészakított országba közszolgálati rádiót csinálni, és ha igen, kik csinálják. Na most akkor ennek fényében hogyan éled meg azt, hogy gyakorlatilag a szemünk vagy a szemed előtt történtek óriási változások? Kezdtük Szalagos Magnóval, és ma a gyerekek meg a fiatalok egy telefonról hallgatnak zenét. És ülök egy stúdióban. És változó, és gyakorlatilag ülök egy stúdióban, és közben gurulunk is ide-oda. Tehát, hogy elképesztő változáson ment át a televízió. Én ezt jól élem meg. Ebből a szempontból engem ez jó időbe kapott el, mert még rugalmas vagyok. Tehát nem zavar az internet, tudom használni, tudok vágni. A legnagyobb változás nem a technológia, a technika fejlődésébe jött, hanem hogy megszűnt a szakmám. Tehát hogy sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ugyanúgy, mint a kádármesterség, vagy a cipészek, vagy nem tudom én, mondjuk még ilyen elfeledett szakmákat, az újságíró szakma megszűnt, mert zömmel és elnézést kérek, mert vannak kivételek, hogy mondjam, a bértolnokok maradtak, meg partizánok, hogy egyik se alkalmas újságírásra. Tehát az, hogy körbejárd a dolgot, az, hogy legyen időt, hogy ezt megfizessék, hogy legyen erre igény. Nincs. Mi az, ami benned a motor? Mi az, ami előrefelé visz, és még mindig nem hagyod, és csinálod, és szenvedél? Hát egyfelől a saját túlélésemért küzdök. Tehát én tudom, hogy ha befejezném, akkor én megöregednék. Unatkoznék, beledöglenék, nem tudom én. Tehát ha sok pénzem lenne, ha nagyon sok pénzem lenne, és vitorlásom lenne, és telkem, és nem tudom, bár akkor se. Akkor onnan csinálnál rádiót. Igen, tehát valamit csinálni kell. Ugye ez egy önámítás, egy önbecsapás, de azt gondolom, hogy felelősségem van, gyerekeim vannak, unokáim vannak. Tehát, hogy egyszerűen azt gondolom, hogy az a tudás, az a tapasztalat, az a világnézet, ami bennem és sok kortársamban fölhalmozódott, azt nem szabad hagyni, hogy elsüllyedjen. Tehát én egy kalapács vagyok, most ezt dobjuk egy vízbe. El fog süllyedni, hát akkor ne inkább gyönyörű képeket rakjunk fel a falra, ne inkább valami bronz dolgon dolgozzunk, hogy az szép legyen. Tehát nem, egyszerűen béteknek érezném, amíg mozgok, hogy én most befejezzem. És hát végezetül baromi híg vagyok. Hát nyilván én szeretem azt, hogy baromi... Neki vendégnek. Te nagyon sok dolgot tűztél már az életed során a zászlódra, most mi az, ami rajta van, vagy mi az, amiért újra felállnál, és azt mondod, hogy oké, csináljunk egy egészségligetet. Mint egy karmester sokszor fogtál össze csapatot, ahogy igen, mondtad is, szinte önkénteseket. Ebből azért néhányra büszkés vagyok, mert például a Pacsírta rádió, vagy akár most a rádió Bézs, az egy komoly csapat. Nézd, én újra fölálltam, vagy újra állok, vagy még állok. Mondom ezt férfias büszkeséggel. Mert most például egy olyan dolgot csinálok, ahol az érték a mérték. Tehát, hogy azért napi 13 óra élő műsort megcsinálni, azt gondolom, hogy olyan teljesítmény, ami nincs is. Én nagyon-nagyon hiszek abban, hogy például elindult valami, amihez van közöm, és ez jól észrevehető, amiben a nők szerepe megváltozott. Ez a rádió, amit én kitaláltam, ez a politikai csalódottságámból fakadt, és azt gondolom, és azt gondoltam, hogy ez annyira szétszakadt ez az ország, hogy egyetlen egy dolog tartatja össze, az a nő. Mert az független, a nő nem a harcos genetikát viszi feltétlenül csak a védekezéken. Ő a túlélő, ő a gyereknevelő, ő az ölelő. Család összetartó, igen. Ő nem csak az eszével és az erejével tud harcba indulni, hanem a szívével, az ösztöneivel is. Tehát azt gondolom, hogy egy keresztény, egy zsidó, egy ateista, egy Fidesz hívő és egy nem másmilyen nő is meg tud alapértékekbe egyezni. És ez be is bizonyosodott, mert ilyen bésköröket én létrehoztam az ország sok pontján, ami működött, csak megint nem volt hozzá kellő pénzem és erőm egymagam ezeket mindig lejárni, ez egy szervezet kéne. Polgári körök mintájára női köröket szerveznek, akik azt mondják, hogy mindegy, hogy mit gondolsz a világról, az öregség az egy érték. Annak segíteni kéne, vagy a gyereknek, vagy a szegénynek. És én úgy látom, hogy elmozdult egy kicsit a világ, még nem egy ilyen genderhívő vagyok, meg nem tudom én, de azt gondolom, hogy fölborult az a világ, ahol alig van nő a hatalomban. Tehát ez nem stimmel ez a dolog. Ezen dolgozom keményen. Én annyiban bölcsebb lettem talán, hogy ma már azt gondolom, hogy bizonyos ügyekért lehet szövetséget kötni olyan emberekkel és olyan csoportokkal is, akikkel amúgy nem értesz egyet a világ nagyon sok dolgában. Régen markánsabban én is lekerekítve. Tehát vérre mentél, vagy azért nem, az azért erős szó, de... Igen, de hát nem mentem vére, de nem kerestem a társaságot, vagy nem vettem részt, vagy nem tudom én. Ma már azt gondolom, hogyha ott megy egy hölgy, tudjuk, hogy szívműtétet kell, mindannyian segíthetünk, hogy neki legyen színe. Hát, régen meg azt gondoltam, hogy te hagyj engem békén, te más gondolsz, meg nem, most meg azt mondom, hogy segítünk. Tehát egy ügyér össze lehetne fogni egy országnak, kiegyezésre van szükség. Itt egyik fél se fogja legyőzni a másikat soha. Van-e az életednek valamilyen mottója, amit gyakran előveszel, vagy egy idézet egy könyvből? Anyám azt mondta nekem mindig, hogy fiam, fel a fejjel, még ha üres is. De azt is mondhatnám, hogy az is legalább egy ilyen motto az utóbbi évtizedben mondhatom talán, hogy nők nélkül nem megy. Meg hát azt is mondanám, hogy itt volt például ez a boom, hogy az egész világ kidobta a 40-50 éves embereket. Volt olyan is, nem öreg. Látom, hogy a világ kezd a fejlettebb részén átrendeződni. Szükség van a tapasztalatra, szükség van. Nézd, régen az a fickó, aki annyi idős, mint én, az egy matuzsálemnek számított. A 66. életében bejárok. Egy öreg ember vagyok, mondtam volna én ezt 30 évvel ezelőtt. Na de hát az előbb pont azt mondtad, hogy nem így érzed magad. Igen, de tudod, hogy mibe változott engem, hogy már te se ezt érzed. Sőt, az én fiam sem azt érzi, vagy a korosztálya. Partner tudok lenni, mert lelassult ez az öregedés, amíg én lépést tudok tartani a világgal, és rollerezek, biciklizek, motorozok, autót vezetek, eredményeket érek el, és nem megváltani akarom a világot, de legalább tanácsot tudok adni, addig én nem a szemétdombra való vagyok, és ebbe változott a világ. Elkezdjük elfogadni értéknek a tapasztalatot. Ez is egy jó dolog. Tehát ez egy csomó jó dolog van itt. Azt tudom, hogy téged a zene is mindig nagyon foglalkoztatott, és nagyon fontos az életedben, hogy zenei események, azért mondom, hát tessék, saját lemezed is van, és idén lesz 50 éves, ha jól tudom, a Woodstock. Ti készültök is valamire? Abszolút. Méghozzá nem is akárhogyan, mert a Rádió Bézsnek két csatornájában van egy zenei csatorna, ott egy 24 órás őrületet tervezünk. A eredeti felvétel, világhírességek, sok-sok ember Magyarországról és Bézs egyes csatornáján is csinálunk méghozzá. Hát ez is egy hír végezetül, hogy Boros Lajos, aki kezdi összeszedni magát, hála a Jóistennek, és a Voga összeáll, és mi hárman csinálunk a a Bézs 1-en egy 6-7 órás magyar nyelvű Woodstock összeállítást, és ez se piskóta. Mondani szokták, figyelj, te egy éves se voltál. Hát pont annyi volt. Igen, amikor Woodstock volt, és azért az megváltoztatta a világot. Ott valami olyan elemi erők mozdultak meg, hogy mind a mai napig hatása van. És ez messze nem csak emlék, messze nem csak Janis Joplin, vagy Joe Cocker, vagy akkor felléptek. Igen, sorolhatnám a fantasztikus napokat. Szóval igen, augusztus 17-én, az 50. évfordulón lesz egy ilyen nagyszabású projektünk. Hát ez jó lenne, hogyha jól sikerülne. Van-e valami a bakancs listádon? Nézd, én tényleg egy szerencsés ember vagyok. Nem csak a tekintetben, hogy mindig azt csináltam, amit szerettem, hanem hát bejártam a világot, sose lett volna erre pénzem, hogy én akkor nem a Magyar Televízió munkatársa vagyok, akkor nem jutok el Amerikába, Angliába, Ausztráliába, nem tudom, nagyon-nagyon sok helyre. Gazdag életet éltem érzelmileg is, hogy így fogalmazzak, így sincs különösebb. A gyerekeim jól sikerültek, ami egy óriási adomány, és van 4 unokám, aki szintén ajándék. Úgyhogy nem olyan, nagyon nincs bakancslista. Nyilván jó lenne még sokat olvasni, sokat ölelni, sok jó rádióműsort csinálni. Kifejezett bakancslistám nincs. Talán egy van. Na igen, ez már persze tényleg a végéhez, a beszélgetés végéhez is vezet. Cipőben szeretnék meghalni. Nem egy kórházi ágyon kinyugasztva, reménytelenül szenvedve, lassan kínlódva. Ez jó lenne. Tehát az életben azt hiszem, ez legalább akkora szerencse kell, mint hogy jó helyre szülessen az ember. Hát születettünk volna olyan helyre, ahol éhezés van, meg szomjúság, meg állandó 50 fok. De egyébként, ha bárhol lehetne élni, bármelyik történelmi korban, vagy időkorban, fizikailag, meg földrajzilag hol élnél? Földrajzilag talán tudom mondani tenger közelbe, és ahol nincs ilyen nagyon meleg. Tehát az örök tavasz jobban izgat, és síelni eljárnék télen. Fújjon a szél, és szabadság legyen. Korban, ennél tökéletesebb korban nem élhettem. Itt nem volt az én egész életemben háború. A világtörténelemben ilyen még nem volt. Sehol, soha, hogy 70 éven keresztül ne legyen háború. Békében éltem, és soha nem éheztem. Tehát ez valami egészen fantasztikusan nagy adomány. És én úgy látom, hogy bár be fog következni az ökológiai katasztrófa, vagy leszünk annyira barmok itt mi emberek, hogy saját magunkat még előbb elpusztítsuk, de valószínűleg már nem az én életemben. Szorongok az unokáim életében mi lesz, de azon, hogy ha még élek 20-30 évet, és miért ne életnék, nem mondjuk 20-at, akkor 86 évesen nagy valószínűséggel még nem pusztul el a Föld, nagy valószínűséggel, vagy remélem legalábbis, hogy még háború se lesz. Hát akkor ennél szerencsésebb korban hova szeretnék menni, a középkorban, vagy hova? Nem, ez abszolút rendben volt. Épp a Déri mondta nekem, hogy keretes legyen ez a szerkezetés. Hogy ültünk a Dunaparton, ezt tényleg nem is felejtem el. És ott vagyunk a rendszerváltás kellős közepén az összes szemétséggel, a hócipővel, a Jancsi zseniális meglátásaival, nem? És ültünk. De akármi van, nem unatkozunk. Mert érdekes világban éltünk, megúsztuk vér nélkül, halál nélkül, kivégzések nélkül. Bármilyen diktatúrában is éltünk, mert abba éltünk, de nem volt fenyegetve a létbiztonságunk soha. Soha nem vitt el az ÁVA, soha. Tehát nem volt olyan, hogy félned kellett volna. Esküszöm, hogy néha úgy érzem, hogy most nagyobb és több félnivaló van, mint régen volt. De remélem, hogy ez csak egy rossz érzet, és ez az én életemben még így marad, úgyhogy talán ez a bakancs listára ennyi kerüljön. Legyen így, köszönöm az interjút.